Az ülés előtt még egy napi rendi ponttal egészítették ki tervezetüket a Humán és Ügyrendi Bizottság tagjai, mely rendeletmódosítása jelenlegi postaépület bonthatóságát és majdani újjáépítését célozza. A tárgyalt témák kapcsán a bizottság elnöke nem számított hosszas vitákra, viszont a munkát ma is több meghívott vendéggel együtt végezték. Rendelettervezetmódosításokkal kezdünk, illetve szabályzatokkal kezdünk, aztán természetesen a közművelődési tárgyban a Kuni Domokos Múzeum SMS-éről, a digitális technológia fejlesztési tervéről a következő évekre, közművelődési programok, közművelődési szerződésekben vállalt kulturális programokról fogunk tárgyalni, amelynek az előterjesztői remélhetőleg itt lesznek, és természetesen óvodai beiratásokról, dátumokról, időpontokról lesz szó, saját hatáskörben bérleti jog kérdéséről, és intézményi kérdésekről is. Természetesen a szakmai képzésért közalapítvány megszüntetésének éppen a kérdésköréről. Úgyhogy 9 napi rendet tárgyalunk sorban, beadott témaként. Reméljük, hogy időben fogjuk befejezni, és nem lesznek túlvitás kérdéseink, hiszen költségvetési kérdés nincs nagyon a napi rendek között. De talán azt gondolom, hogy a mai ülésnek az egyik legfontosabb témaköre ez a bizonyos szerződéskötés az EduTuc főiskolával, hiszen Tatának az a célja, hogy felsőoktatási intézmények mindenképpen jelen legyenek a városban, hiszen a magyari terv is ezt rögzítette, és képviselőinkkel, bizottsági tagjainkkal is egyetértünk abban, hogy minél többféle képzést kell Tatára hozni, segítsük a tatai lakosokat, segítsük a pedagógusokat, a szolgáltató intézmények munkatársait. Ezek az együttműködések, például a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társasággal kötött szerződés alapján az együttműködés kérdés körében, tehát nagyon-nagyon sok olyan vonzata van a főiskolák ide hozatalának, képzések ide hozatalának, ami mindegyikünket érint, vagy saját korosztályunkat, vagy gyermekeinket, vagy a felnövekvő nemzedékben, akár a jelen pedagógusait, jelen szakembereit, vagy akár gondolnék arra, akik posztgraduális képzésben már egy-egy diploma megszerzéséhez szeretnének plusz minősítést, plusz képzéseket keresni, és lehetőséget kapni, ne kelljen messzire elutazni, ezen dolgozunk most, hogy minél több dolog kerülhessen Tatára.